Sziasztok, Ergék konyhája, Günther vagyok. Egy sloppy joe szendvics fogok elkészíteni. Na, kezdjünk. Csapó egy. Sloppy joe szendvics. Egyik kedvencem szendvics. Ez egy darált húsos szendvics. Én kicsit másképpen fogom csinálni, mint az eredeti. Húsfűszerezés az eredeti receptre, de a szendvics magának egy kis másképpen. Serpenyő, kicsi olívaolaj, melegíteni. Oké, jó forró lett az olaj, ez egy öntött vasos serpenyő, jó vastag, hogy több idő kell, hogy melegedjen fel az olaj. És fél karikába vágott hagyma, vörös hagyma. Mert az eredeti recept, hogy jó aprózott hagymát tesznek a húsba, de én így, és külön teszek rá a szendvicsre. Jó, egy kicsit megsózom a hagyma. Csapó kettes. Olyan, jobb kézzel. Csapó kettő. Pardon. Oké, most kezd jó pirulni a hagyma. És csak ilyenkor nagyon kicsi fekete bors. Friss darab fekete borsnak az illat. Azért a legvége felé adok fekete bors, mert ez gyorsan megég. Oké. És ki is szedem. Kiszedtem a hagyma, külön teszünk serpenyő vissza, pár csepp olívaolaj. Na, jó, újra be van melegítve a serpenyő, ilyenkor 1 kg darált húsika. Ez most sertéshús. Múltkor megcsináltam marahúsból. Szóval mindennel lehet készíteni. Az eredeti recept marahúsból, de mondtam előbb, hogy másképpen fogom megcsinálni. Most megpróbálom sertéshúsból. Jó. Addig, hogy szépen beszínezik a hús mindenhol, utána megfűszerezünk. Jó, kicsi száraz még, szóval egy kis olívaolaj teszek még hozzá, hogy nincs pontosan kimérve, hogy ebből ennyi, abból annyi. Közben megkóstoljuk, ha kell még. Vagy só, vagy egy kis bors, vagy más valami, akkor teszünk hozzá. Szépen be van színesve a hús, ilyenkor, hát én imádom a fokhagyma, 4 kerest fokhagyma teszek rá. Oh yeah! Belekeverem. És tovább lépjük, most már fűszerezünk, só, frissen darált, fekete bors, na ilyenkor, hát 1 kg hús, ez egy 140 g-os paradicsom püré, Worcester szósz, több név lehet kiadni. Az angolok azt mondja, hogy Worcestershire. Jó. Pici mustár. Meg egy kicsi ketchup.
És ezt megkeverjük. Hagyjuk itt egy kicsit, hát följön a hús. És tovább lépünk. Oh yeah! Ez szépen be van keverve, kicsit föld, kicsit csipőség, egy kicsit chili, cayenne. Csak ennyi, hogy nagyon lágy a tetejre. El kéne szórni. Ez egy kicsit sok, azért erre nem fűszereztem. Megkeverem. Édes késke is kell, és én cukor helyett használom egy kis kóla, hogy kapjon egy kis több nedvesség. Ez is teli van cukorral. Jó. Hát följön egy kicsit. Ez a kólát most már sok mindenhol használjuk. Ez régen a barbecue-s verseny Amerikában, ez egy titokos tétel, de most már sok mindenki használja ezt. Oké, hamburger buci, kicsit bespréztem olívaolajjal, rátettem a grillre, jó, meg van pirítva. De nehéz vagy! Itt van a hús. Hús. Kis cheddar sajt. Pirított hagymából. És ez egy kicsit, itt nem megy a láng. Nagyon teszem tető alá. Olvagyon a sajt. Jó, kezd jó olvadni a sajt. Nagyon kicsi hús még. Aki szereti. Kis uborka. Én nagyon szeretem, de ki is lehet hagyni. Tetőre. És akkor ezt döntöttem el, hogy egy köret, egy kis saláta. Próbáljátok ki, ha tetszett a videó, nyomjatok egy like, iratkozz fel a csatornánkra, keresd meg minket a Facebookon is, RG konyhája. Sziasztok, mi megyünk ebédelni. Oké.